Üdvözlök mindenkit! Ez alkalommal egy egyszerűen köthető, különleges hatású, sokrétűen felhasználható ázsúrmintát készítünk. Az ismétlődő mintaegység három szem, és ehhez csak a szélszemeket kell hozzáadnunk oda visszakötésnél. Magasságban 6 sort kötünk. Ezen a darabon 10 mintaegységet kötöttem, 10×3 plusz 2, 32 szemen. Együtt 4 mintaegységet kötünk majd, 4×3 plusz 2, 14 szemmel indulva. 14 szem van a tűn, indulunk az első sorral. Az első szélszemet mindig simán eltemelem, az utolsót fordítottan kötöm majd. Szélszem. Végig sima szemeket kötünk. Szélszem. Második sor a visszáján, szélszem, végig fordított. Szélszem. Harmadik sor, szélszem. Egy ráhajtást teszünk a tűre, majd a következő három szemet simán összekötjük úgy, hogy a középső legyen felül, ez legyen hangsúlyos. Ehhez az első két szembe egyszerre úgy szórunk, mintha simán kötnénk, és áttesszük a jobb tűre. A harmadik szemet simán kötjük, majd a két átemelt szemet erre ráhúzzuk. Ez az a három szemből álló mintaegység, amit ismételni fogunk. Ráhajtás. Három szemet közép hangsúlyosan összekötünk. Újra ráhajtás. Három szemet simán összekötünk középső felül. Újra ráhajtás. Három szemet simán összekötünk középső felül. Az ismétlődő mintaegységek után egy ráhajtást teszünk a tűre. Szélszem. Negyedik sorra visszaálljen. Szélszem. Egy ráhajtást teszünk a tűre. Az előző sor ráhajtását kötés nélkül átemeljük fonal hátul, majd egy fordított. Ezt fogjuk ismételni. Ráhajtás, az előző sor ráhajtását átemeljük, egy fordított. Újra ráhajtás, ráhajtást átemeljük, fordított. Újra ráhajtás, az előző sor ráhajtását átemeljük, fordított. Az ismétlődő mintaegységek után ráhajtás, az előző sor ráhajtását átemeljük. Szélszem. Ötödik sor, szélszem, az ismétlődő mintaegységek előtt, az előző sorok két ráhajtását fordítottan összekötjük. Most indulunk az ismétlődő mintaegységekkel, a szemet fordítottan kötjük, és most már a két ráhajtást is külön-külön fordítottan kötjük, mégpedig úgy, hogy először az alsó ráhajtást kötjük, és utána azt, ami erre ráborul. Tehát egy ráhajtás fordítottan, másik ráhajtás is fordítottan. Ezt ismételjük. Egy fordított, az alsó ráhajtás fordítottan,
majd a másik ráhajtás is fordítottan. Újra, fordított, egyik ráhajtás fordítottan, másik ráhajtás fordítottan. Az ismétlődő mintaegységek után egy fordított, és itt is, ahogyan a sor elején, a két ráhajtást fordítottan összekötjük majd. Szélszem. Hatodik sor a visszaéljen, szélszem, végig fordított szemeket kötünk. Szélszem. Ezzel a hat sorral megkötöttünk egy mintaegységet magasságban, a továbbiakban ezt ismételjük. Remélem, hamarosan találkozunk. Addig is jó kötést kívánok mindenkinek!